számít itt Pestében sérült volt, és ha minden igaz, akkor ebben segítségem is lesz. Egy kirándulásra hívnálok benneteket. Menjünk el a meccsek hegyei közé. Megyetek fel túracipőt, rajtam már rajtam van. Látok egy esetleg tarisznyát, emelény élelmet, itókán, és a képzelet szárnyán eredjünk rejtett kincset nyomán. Hol volt, hol nem volt, az engön innen a hármas hegyen túlfeküdt hetény két kivérével, Szent Lászlóval és Újbányával. Oly nagy, oly hosszú volt ez a település, hogy rengeteg kincset tudott magához ölelni. Óvta a hegyeket, völgyeket, mezőket, virágokat, patakokat, zúgókat, barlang mélyén megbúvó remetéket. Igen, remetéket, hisz püspök Szent László életében folyamatosan jelen voltak. Erről szól az eredet legenda is, amely szerint a település a nevét Szent László királyról kapta, aki egy alkalommal ezen a vidéken vadászott. Vadászat közben hirtelen vihar tört ki, a király egy remete barlangban húzódott meg, menekülésért hálával egy kis kápolnát építettek a remetéknek. A nép értesülvén arról, hogy remeték laknak itt, lassacskán ide zarándok volt, és megtelepedett a templom körül. Én is megalkottam az életemet, aki nem csak az embereket rámadt. Épp úgy segített növényeken, bajba jutott állatokon is, ha szükségét hoztam. Szárveszegek madárfiókán, hullott szírmú vadvirág. A népek azt szeresgették, szót ért a túlvilági teremtményekkel is. Lirércekkel, tündérekkel, garabanciásokkal, talán még tűznek, szélnek is parancsolódott. Felhőkön jár. Az engővidékiek bölcsremetének nevezték el az öreget. Pap János vezetésével a hosszú etényi népi együttes műsora következik. Énekel Füzi Gyula és Kuzsef Pál. Oh,
szálljunk fel egy hollószárnyán, és hagyjuk magunk mögött a Mecsek keleti hegyeit, és nézzük meg, milyen kincsek rejtőznek középen, kelet és nyugat között. Ereszkedjük be a melegmáni völgybe, erdőpezőbb lányainak birodalmára. Hallgassuk a Mántai Árpádkori templom harangját, és az öreg göcsörtös gyertyánfa szavát, amelyet Korlóhoz, a Hollófiúz intézett, és amely így szól. Erdőpezőbb lányai. Folyvásra csordult a könnyen, akárhányszor hallottam bánatos keserdőjüket. És nem azért, mert mindig csak akkor énekeltek, ha valami szomorú dolog történt a völgyben. Nem. Oly szép volt az a dal, oly megkapó, hogy még az erdő vadjait is megindítottak. Sírtak a szarvasok, sírtak az őzek. A madarak abba hagyták a repülést, lebegve gyönyörködtek benne. A halak előbújtak a patak vízéből, tátogva hallották. Bár hallhatnám meg újra én is, csak még egyszer, ahogy énekelnek, miközben a vízesés harmata hajtnak. Rümi László bábrendező, a Mánfai Árpádkori templom legendája. Testvéreim, mai magyarok, hol volt, hol nem volt. Hol volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl. Így kezdeni a nagyapám a mesét. De amit most hallotok, azt a történetet, abban se nem az operencián túlra utazunk, meg mesének is csak félig mese. Történt... A krónikákban írva vagyok, hogy itt járt, de végül csak itt járt volna, de itt pusztított, rombolt, porig égetett mindent annak idején a kutyafejű tatár. Teretes,
estén bevestetett éjfeket a gázba. Búszilünket szomorítja országunk romlása. Szerencsére Batukán nem sokáig maradt a Kárpát-medencében. Így aztán Béla király szétült országát, a maradék magyarok újraépítették. Aztán tették a dolgukat, ami kell, legeltettek, harattak, visszajöttek a mámfaiak a mecseki erdőből, terelték a birkákat, ahogy szokás. De ez a nagy békesség persze nem sokáig tartott, néhány ember öltött. És akik jártasak a históriában, már most kitalálhatják, hogy ki volt az a nagy-nagy ellenség, aki az Árpád népére leselkedett. Hát ki volt? A török császár. Megint lehetett kardot kovácsolni, a kaszákat egyenesíteni. Hoppá! Visszaköltöztek a faluba, mármint hogy a másikba. Születtek mámfai legények, mámfai leányok, azok megházasodtak, ahogy kell, és aztán megint születtek mámfai legénykék, meg mámfai leánykák, ahogy az már lenni szokott, hogyha élni hagyják az embert. De hogy egyik szabadot a másikban ne öltsem, egy derűs tavaszon Levente, a tehénpásztor fiúcska, Szent György napján kihajtott az egész csordát. De képzeljétek, azok úgy megindultak, hogy a Sósi völgyig meg se álltak. Na de hát mi volt ott? Bozót, tüske, dudva. Úgyhogy a régi mámfai
Manfred Dús legelőknek már híre alaposabb volt, csak az emléke volt. Na mindegy, szerencsére a marha azért a ott is megtalálja a füvet, ahol a kasza kicsorgul, úgyhogy az a Levente gyerek nyugodtan hűsölhetett a diófa alatt, talán még ennyi szúnyókát, egyszer csak harangozás hallott. Fölriadt, gondolja, hey, mi lehet ez? Valami, meggyulladt valami ház, fölszökött, és elindult a gyenge, bátortalan harangszó irányába. Na, mit gondoltam, mit látott ott? Ki nem találjátok? Az elcsatangolt bikaborjú szarva beleakadt egy harangkötélbe, és ő rángatta arra. No, de hát, hogy kerül a bozótosba egy harangkötéle harangostól, így töprengett magában? Hát úgy, hogy az elfeledett templomból már csak ennyi látszott. No, a málfolyak se voltak rest, kapát, kaszát ragadtak, akaromod egy ásót és lapátot, kiásták a nagy harangot, és hogyha már volt templomuk, akkor pap is kellett a templomba. Így aztán a Levente gyereket elküldték pap rendébe, aki aztán azóta is prédikál, és együtt énekli a málfolyakkal azt, hogy Isten zetünk, szomorodott szívünk, egyszer a vidám újjon. Sosan rá volt testünk, síralomból lelkünk, ki már a szabaduljon. Ezeknek fejében boldog reménységben, minden emberünk újjon. Ezeknek fejében boldog reménységben, minden ember. Annyira szép, hogy ezt még egyszer elénekeljük, jó? Militaris, kongratuláció! Sebes nemzetünk, szomorodott szívünk, egyszer hadd vidám újjon. Rosságából testünk, síralomból lelkünk, ki már hadd szabaduljon. Ezeknek fejében boldog reménységben, minden ember induljon. Ezeknek fejében boldog reménységben, minden ember induljon. Szeretettel játszok egy kicsitás mesét! Adna mindnyájunknak hitet és reményt! Nektek, miként magunknak szívből azt kívánjuk, hogy a játékban emberségünk megtaláljuk. Két szikla, amit a nép lánykőnek nevezett el. Német Csilla és Kő Zoltán vezetésével a Kispöldő néptáncsoport a lánykő legendáját őrzi.
királynak a tudomására jutott. Azok viszont hallani sem akartak erről a szerelemről. A fiatalokat el akarták tiltani egymástól. A szülők megátkozták őket, ha még egyszer mennek találkozni, azon a helyen váljanak kővé. Az a kis falu, ahová a két gyermek való, a meccsek egy völgyében rejtőzködik.
valami 30 vályokház meg egy nagy kőház mindössze. A kisfalut sűrű fák lombozzák körül, s a lakók azt gondolják, hogy a török sose talál oda. Hogy is találnak? Az út meredek, szekérnyom nincs, torony sincs. Az emberek élnek, halnak a kis rejtek faluban, mint az erdei bogarak. No, kedves túratársaim, vajon tudjátok-e, hogy melyik ez a falu? Ciklári Bálint tünde koreográfia alapján a magyar egyedi hagyományőrző tánccsoport a Málévár legendáját adja elő. A csoport vezetője Stok Gabriella és Sánta Tamás.
17 év múlva. Megátkozott mindent és mindenkit, s mint a leányát a legkegyetlenebb átokkal.
súlyosabb átok nehezedik. A mérhetetlen kincs még most is ott hevel lenne a mélyben, örökre elrejtve az emberek elől. Majd valahol
Ezzel az asztalra tálalt leányom, jó étvágyat hozzá, jó szívvel kívánom. Te is kívánj, Kata, jó étvágyat, aki meg tudod, tölts egy pohárkot, hogy bújjon a bár. Hát köszönöm, Gárdeg, a szívás kínálást, a jó meleg ételt, a bort meg a szállást. Tudja egyszer, Gárdeg, ha hazamennék az édesanyámhoz, nem egyedül mennék. Vinnék innen a faluból egy olyannál, kiválasztották a lányot. Lennék neki jó gondviselője, lenne neki csatos cipelője, szokja le meg húsz is, meg aztán sejemkendője. Mányi lovat loptak. Nem volna a sohamál szeretője. De azért még várjunk, talán majd jövőre. Akkor sem, akkor majd két esztendő. Ne halogass, megjelensz, lát. Indulj, a léz angyala. Ahogy ezt elmondnak, eldúsult a betyár. Tudta ő már akkor, Katához más is járt. Módos gazda fiat, falubéli legény, sűrűn erre járkál, kéred még az idén. Erre hát szótanul a levest megette, de a szemét sokszor Katán felejtette. Volt azon mit nézni, tudta azt már régen. Ott volt a kép mása a bánatos szívében. Ahogy bújdosott maga az erdőben, épp úgy rejtve maradt bánata a lelkében. Nótázott, kacsintott, nevetett, mókázott, de mire megvirradt, megint a próbálta. Sűrű sötét erdő, vékony volt vihár, járva az erdőben, gyöngyös halmatár. Zimányóra járó, boklós utamon, meg is a szerelmes, szívem volt. Thank you.
Maruska, menjünk a bekárba. Hogy amiért jöttünk, elvégezzük már. Ellentem, Donas Uram, mindent megpróbáltunk, minden kiáratot, puskával leálltunk, fölforgattunk minden padlást, a pincét. Zagrnyi betyár csárda, szandárokkal könyvállva, lepár, lepár. Azok, akik körülállják, mind a betyárokat várják, lepár, lepár. Ugyasztán mi történt? Rendel még visszajött a jót megköszönni, hogy Katától mikor, miképp búcsúzott, azt már nem tudhatom, mert én nem voltam. De jobb is, ha arra nem kíváncsi senki, egy dolgot tudhatja akár. Őszi szellő, tuhaszálló, felhőt hoz magában. Halkan félretolta a hétvégi ház ablakán a függönyt, és behozta magával a szobába a mecsek reggeli illatát. Ebben a hegy és erdőszagú illatfelhőben ketten voltak, nagyapa és unokája. A kisfiú nemrég nyitotta ki a szemét, és arra kérte az öregembert, meséljen neki, amíg teljesen fel nem érve. Az idős nyugdíjas bányász leült az ágy szélére, gondolkodott egy keveset, majd belefogott egy réges-régi történetbe. Hajdanán, amikor az emberek még nem is léteztek, s a föld alatt kis bányamonók éltek, sárkányok és óriások uralták vidéket. S a tétitel ellentétben a sárkányok egyáltalán nem voltak gonoszak. Sőt, nagyon is békés teremtmények hírében álltak. De legalábbis a törpékkel nem volt a barátság. A
tó körül és az erdőfái alatt többféle sárkány élt barátságban. A hosszú nyakú angol volt a legtöbb. Ők a fák lombkoronájából lakmároztak. A legkeményebb sárkányokat páncélosoknak hívták. A két lábon járó sárkányok nagyon viccesen festettek, miközben hátsó két lábukon állva szaladgáltak. A sárkányok fajtái közül csak a szárnyasok, a levegő urai tudtak tüzet okádni, a többiek nem. A szárnyas sárkányok fészkeiket a fák lombkoronájuk közé rakták. Odafentről pásztázták a környéket, hogy hivatlan látogatók még csak véletlenül se tévedjen környékükre. Ők voltak a sárkánybirodalom őrei. S ha valaki engedély nélkül megsértette a határukat, súlyos testükkel felröppentek a levegőbe, és láncsóvával ijesztették el a nem várt vendégeket. A sárkányoknak népes, összetartó csoport volt, és ezért nem akadt ellenfél, aki szembe mert volna velük szállni, és el tudta volna őket győzni. Messze, a mecsek keleti fertáján álló nagy hegyek, óriási birodalma volt. Három nemzetség oszlott. A vasgyúlók a vastag csúcsán járnak, amit ma zengőhelyen is hívnak. Hatalmas várát a csúcsán. Abban laktak hatalmas monstrumok. A kőmorzsolók kövestetől laktak. Puszta bükön letörték a hegykövét. Saját maguk építette kővárban laktak, s hajtanán a vasgyúlóknak is ők pusztát fel az erődítmény. A nyűvők párdomban állni, a hármas határhegy középső pukkel ötöttek tanyát. Közös szenvedély, a kincsszerzés. A tudomás szereztek arról, hogy valamelyik hegy kincset rejtett, nem volt addig nyugvások, míg közös erővel megtudni kavarintották. Problémát csak az osztozkodás okozott, hogy osszák fel egymás között a zsákmányt. Legtöbbször birokra keltek egymással, és a viadal végeredménye döntötte el, kinek mennyi kincsük alapolt zsákmányból. A sárkányok szomszédságában bányanadók, azaz törpék éltek föld alatti birodalmukban. Napjaik javarészét a mélyben töltötték, és csak ritka jöttek fel a felszínre. Alacsony, tömzsi formájú kis lények voltak a törpék, lábuk kurta és görbe, pocakjuk terevélyes, fejük nagy. Ráadásul állandóan maszatosan néztek ki a rájuk rakódó portól, ugyanis a földi járatok feketék voltak. Mindent feketesség borított ott le, fekete szél. Ezt őrizték évszázadok óta a törpék. Elmés nép volt a törpék nemzetsége. Mindenféle furfangos szervezeteket találtak ki. Az a szokbeszéd járta róluk, hogy feladati birodalmi tetlenvényes járatainak végén vannak elrejtve az igazi kulcsok. Temérdek, arany, ezüst, gyémánt. A törpék sárkány szomszédaikkal barátságban éltek, mivel a sárkányokat nem érdekelte a kincs, őket csak az izgatta, a hasukat hogy tömjék meg, s lakmározás után fürödjenek egy nagyot a túlangyus vizében. Az óriásokkal más volt a helyzet. A törpék jól tudta, hogy a keleti hegyek óriás lakói, az arany, az ezüst és a drága kövek rabjai. Ezért rejtették el alaposan a bármi lejáróját, hogy még csak véletlenül se találja rá senki. Az óriások minden hó első teli holdjakor tanácsot ültek. Minden hónapban másik hegytetőn tartották az összejövetelt, vagy a Vas hegyen, vagy Kövestetőn, vagy a hármas határhegy csúcsán. Itt itt van az angol! Keresünk a törpék birodalmát, és keressük már meg azt a kincset! Nem ismerjük a titkos lejáró helyét! Mit számít az majd? Drogolejtünk egy törpet, és addig melengedjük a tüzét, míg elmárulja halvan. S ha nem járunk sikerrel a minincs, a fogolynál majd feltúrjuk a földre. Előbb vagy utóbb, csak megleljük ezt a bitang lejárót. Az óriások tanácsa hosszas vita után megszavaztak, hogy másnap felkészülnek, harmadnap pedig elindul a hadjárat, hogy megszerezzék a törpék föld mélyének kincsét. Felfegyverkeztek az óriások, és döngő léptekkel elindultak a harcba. Rengett a föld, ahogy az óriás harcosok felfegyverkezve meneteltek. Föld bele, hegyre fel, patakokon át. Letaposták a bokrokat, kitörgelték a fákat. Lábuk nyomán beborpadt a föld. Óriás lépteiknek köszönhetően nem sokáig tartott az út, amire elérték a törpék föld alatti birodalmának határát.
Vagy legalábbis ahol sejtették, hogy ott kezdődhet. Vajon hová tartana? Az óriások kuti célja a törpék földalatti birodalma. Arra menetelte. Sárkányok beszámoltak az őrnek, hogy mit láttak, majd újra felszálltak a levegőbe. Gyertek! Hát eljött ez a nap is, amit olyan félre vártunk. Tudtuk, hogy az óriások egyszer felkerekednek, s megkeresik félre őrzött kincseinket. Én azt mondom, barátaim, nem baj, legalább nem kell többet félni. S hiszem, hogy meg tudjuk magunkat védeni, hiszen alaposan felkészültünk egy ilyen támadásra. Hogy állnak a csodák? Mire idejenek, mindennel készen leszünk. Az óriások szétszél lettek, hogy fogjuk elcsinált, akitől aztán kicsikarhatják a bányatitkos lejárójának helyét. Törpét azonban nem találtak sehol, bármint is éveslék őket. Ássuk! Itt, mintha lenne valami. Mikor már ott tologtak, egyszer csak megnyílt a föld, és az előállók egy hatalmas kivártárnába zuhantak. Sűrű porszát fel, ahogy a súlyos testek beleestek a mély föld alatti üregbe. Minden feketeség borított. Hiába próbálkoztak, hogy elérjék a lyuk peremét, nem sikerült olyan magas dragon lyuk. A tárnafala meredek és omlós volt. Állandóan beomlott. Így felmászni sem tudtak, hiába tartottak egymást, bakot vagy át egyik másik vallára. Dühöltek a borúját óriások, hogy így rászedték őket. Kiabáltak, szitkozottak, rugdalták a fekete bort, mind hiába. Átkozták a törpék csalafintaságát, viszont a csapdából nem tudtak szabadulni. S ezzel még korán sem volt vége. Hatalmas, fülsöketítő robaj rázta meg a levegőt, majd a tárna oldala beomlott. És maga alá temette a csapdába csalt ellenséget. Varázsak! Ezek a kis gonosz törpék elvarázsolták fegyvertársainkat! Bosszuljuk meg őket! Balambeszéd volt a kincs, hisz nincs itt se arany, se ezüst, se gyémán, csak ez a fekete föld borítja minden! A törpéket végtelenül elszomorította a háború pusztítása. Berobbantották az összes kijáratot, nehogy még csak véletlenségből is idegen tévedjen a birodalmukba. Mindig a föld alatt maradtak, sűrűzték kincseiket, amelyek ott bújnak meg a fekete szín alatt. Ott vannak talán még ma is. Ott ragyognak a sötétben. Végszavával szeretnék búcsúszni tőletek. Fogadják olvasóink szívesen könyvünket. Szeretnénk hinni, hogy nálunk jobbtollú írók, szebb képet álmodó művészek is találnak anyagukban olyan részeket, amelyeket alkotó, feldolgozó munkájuk lényeges elemeivé avathatnak. Az a tény, hogy a nép ajkán még ma is sok monda él, az bizonyítja, hogy népünket érdekli, gyönyörködteti ez a világ, hogy ma is igényli az ilyen műveket. Elszállt idők, omló falak, a régen korlatt emberek szólalnak meg, a regél a múlt.
a mondákat hallgatva, olvasva, egy tűnő világ tárul elénk, csodás titkok földjén rejtett kincsek nyomába jár. Ennyi volt, mese volt, minden szavaihoz volt. Köszönjük, hogy bemutatottatok ma este, nagyon bizonyos, hogy nem fárasztottalak ki túlságosan benneteket ebben a szívúvá. Köszönjük.